kedves hallgatóság! Mindig lenyűgöz ez a hatalmas tömeg. Nagyon örülök, hogy úgy látszik rájöttek, hogy ez egyetemünknek az egyik legizgalmasabb és igényesebb kurzusa, és ilyen sokan látogatják évről évre. Az orvostanhallgatóknak már nem kell bemutatkoznom, ők már jól ismernek előadásokról, gyakorlatokról, de ha jól tudom, vannak itt gyógyszerész és biológus hallgatók is, úgyhogy nekik bemutatkozom, Belec István adjunktus vagyok az Orvosi Biológiai Intézetből, és külön köszöntöm még a Telin Televízió nézőit is, és azokat is, akik majd az interneten keresztül fogják megtekinteni ezt az előadást. A címet már jó ideje látják, extrém életformák, remélem legtöbben már azon gondolkoznak, hogy vajon miről is fogok itt beszélni. Hát sok mindenről beszélhetnék, például a kutyáimról is beszélhetnék, ugye, mert amikor megszokták őket látni, amikor először látogatnak meg, akkor ezekről is azt szokták mondani, hogy extrém életformák, de ők nem ebbe a kategóriába tartoznak, ők aranyos házi kedvencek. Sőt, nem is ezekről az embertársainkról fogok beszélni, akik annak ellenére, hogy egészen furcsán néznek ki, de közönséges, tehát ugyanebbe a fajba tartoznak, mint mi a Homo sapiens fajnak a képviselői, bár kicsit furcsán néznek ki. Bármilyen furcsa, ezekről az élőlényekről egy kicsit fogok beszélni, nem tudom kihagyni majd a vége felé, de addig még az előadás nagy részén bizony ilyesmi dolgokról fogok beszélni, ami nem tűnik annyira izgalmasnak, ugye? Hát ez úgy néz ki, mint egy baktérium, pedig nem az. Ezek az extrémofil élőlényekről fogok önöknek beszélni. Ez az egyik nagyon jó példájuk, őt úgy hívják latinul, hogy Pyrococcus furiosus. Hogyha tudnak, már ugye tanulnak latinul, angolul is tudnak, tehát akár le is tudják ezt fordítani, hogy mit jelent ez a Pyrococcus furiosus. Ugye a piro azt tudják, hogy tüzet jelent, a coccus az gömböt jelent, a furiosus az meg ilyen dühöngő, valami ilyesmi. Tehát egy őrjöngő tűzgömbnek lehetne fordítani ennek az élőlénynek a nevét, és majd rájönnek, hogy miért, ugyanis ő extrém magas hőmérsékleten, vulkáni forrásokban, akár 110 fok fölött is él, sőt, ő ezt az extrém magas hőmérsékletet kedveli. Jó, tehát nem tudom most a projekcióval mi a probléma, kicsit olyan halvány és elmosódott, ez nem szokott ilyen lenni. Minden esetre, ha ezen nem tudunk segíteni, akkor reméljük, hogy majd helyreáll magától. Jó, tehát az extrémofil élőlények, azok olyan élőlények, amelyek olyan környezeti feltételek között élnek, amelyek elviselhetetlenek a legtöbb földi organizmus számára. Természetesen ez relatív dolog, majd hallani fognak olyan élőlényekről, amik több ezer méter mélységben élnek a tenger mélyén, hatalmas nyomás és néha hatalmas magas hőmérsékleten, és hogyha most ők tartanak egy hasonló előadást ott lent, ezek a kis élőlények az extrém életformákról, akkor értelemszerűen ők ránk utogatnak, hogy hát képzeljék el, ezek tengerszinten élnek, és oxigént lélegeznek be. Tehát ez egy relatív fogalom, ez az extrémofil élőlények fogalma. Hát nem tudom, mi van a projekcióval, ez egyértelműen el van mosódva sajnos. Tehát egy példával jöjjek, a legegyszerűbb, legismertebb példa az élet fizikokémiai határai közül a hőmérséklet, ugyebár tudják, hogy nekünk a testhőmérsékletünk 37 fok, és egy viszonylag szűk hőmérsékleti tartományban érezzük jól magunkat. Hogyha sejtjeinket 0 fok alá hűtjük, de hát azt már nagyon nem szoktuk szeretni, ha bármilyen élőlény sejtjeit 0 fok alá hűtjük, akkor ugye a citoplazmában levő víz az megfagy, és a jégkristályok kiszúrják a sejthártyát, és a sejt nekrotizál és elpusztul. 45 fok fölött a fehér jég túlnyomó többsége elkezdi elveszteni a háromdimenziós szerkezetét, tehát denaturálódik, ami értelemszerűen szintén összeegyeztethetetlen az élettel. Tehát azt is mondhatnánk, hogy az élet hőhatára az nagyjából 0 és 45 fok között van. De majd, ahogy mondtam, és ráadásul ez nagyon kevés olyan faj van, ami ezt a egész sávot ezt túl tudja élni. Tehát általában ez még szűkebb, ez a hőtartomány egy-egy fajra vetítve. Azonban, ahogy mondtam, a
Pyrococcus furiosus a 113 fokon érzi tökéletesen magát, ezért ő extrémofil. Ugye úgy nézett ki, mint egy baktérium ez az élőlény, pedig nem az, egyáltalán nem az. Úgyhogy kicsit beszélnem kell az élőlényeknek a csoportosításáról, ugyanis nagyon, nagyon sokan még mindig ebben a régi elképzelésben élnek, hogy így csoportosítjuk az élőlényeket, ugye, hogy vannak prokarióta élőlények, amelyek főleg baktériumokból állnak, ugyebár vannak egysejtű eukarióta élőlények, vannak növények, gombák és állatok, közöttük természetesen az ember. Jó, tehát ezt még a 70-es évek közepéig, végéig így tanították az iskolákban. Korábban ugye még sokkal egyszerűbb volt a helyzet, mert csak körülnéztek az emberek, látták, hogy vannak növények, meg állatok ugye a mikroszkóp felfedezése előtt, ezért volt egyszerűen zoológia és botanika osztályra a biológia szétosztva és kész. Jó, de amikor már ismerték ezeket az élőlényeket, akkor azt hitték, hogy ez a legakkurátusabb felosztás, és akkor jött egy nagyszerű tudós embert, akit úgy neveztek, hogy Carl Woese, és ő 77-ben publikálta ezt az úttörő cikkét, ami bizony bebizonyította, hogy nem erről van szó. Az élőlények nem 5 csoportba oszthatók, hanem mindösszesen 3 csoportba oszthatók, amelyek a baktériumok, az archék és az eukarióták. És ezek közül ugye a baktérium eukarióta az mindenki számára világos, az archékről viszont nem biztos, hogy mindenki hallott. Hogy jött erre rá, hogy erre a 3 csoportra kell osztani az élőlényeket? Hát úgy, hogy a riboszomális RNS-üket szekvenálta meg az élőlényeknek, és ez alapján jött rá, hogy ez a 3 fő csoport létezik. Tehát erről beszélünk. Baktériumok, archék és eukarióták. És bizony a Pyrococcus furiosus az az archék közé tartozik, nem pedig a baktériumok közé. Jó, tehát emlékeznek arra, hogy bizony 3,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki az élet ezen a Földön, nagyjából úgy gondoljuk. Ugye ez volt a úgynevezett Lucának is nevezik a utolsó közös ős, ugye angolul rövidítve, és ebből az utolsó közös ősből alakult ki ez a 3, az élőlények 3 csapata. És ami az archékra jellemző az, hogy ugyanúgy néznek ki, mint a baktériumok. Pontosan ugyanúgy néznek ki, és elég unalmasnak tűnnek így ránézésre. Azonban ha megnézzük az evolúció menetét, akkor mit látunk? Az, hogy tulajdonképpen nekünk van egy közös ősünk az archékkal, ami a baktériumoknak nincs meg. Tehát igazából azt mondhatnánk, hogy közelebb állnak hozzánk egy kis túlzással. Hiába néznek ki úgy, mint a baktériumok, de a törzsfejlődés során nekünk volt egy közös ősünk. Jó, ugye azt is tanulták már nálunk az első pár előadáson, hogy ugye a kloroplasztiszok és a mitokondriumok azok a baktériumok, bizonyos, tehát a ugye lila, tehát, vagy bíborbaktérium és cianobaktérium szerűségekből keletkeztek, és endoszimbiózissal jutottak be az eukarióta sejtekbe. Az archékból nem kaptunk semmi sejtszervecskét, azt azért szögezzük le. Az archéknak itt van 3 fő csoportja, a hipertermofilek, amelyek ugye nagyon magas hőmérsékletet kedvelik, aztán a metanogének, amelyek metángázt termelnek, és az extrém halofilek, amelyek nagyon magas sókoncentrációt szeretnek. Jó, tehát ugyanaz az ábra gyakorlatilag, csak azt próbálnám, azt mutatja meg egy kicsit jobban, mint az előző, hogy itt vagyunk, ugye az állatok között vannak az emberek, és evolúciósan ekkora a távolság a gombáktól, ekkora a távolság a növényektől, és nézzék meg, hogy az arhé csapaton belül egy metanopírus és egy termoproteus között mekkora hatalmas evolúciós távolság van, hiába néz ki mind a kettő úgy, mint egy kis gömböcske, és hiába hasonlít egy baktériumra, ami mondjuk itt van. Tehát ez azért remélem, hogy érdekesnek találják, és nem
mindenki tudta ezeket az evolúciós részleteket. Jó, akkor most csak az archetípusokról, ugye egy rossz szó viccel, ugye Carl Gustav Jungot fölidézve, de az archéknak a különböző típusai, ugye, amint mondtam, a sárgával, narancssárgával a magyar magas hőmérsékletet kedvelők, aztán a különböző metanogének és a sótűrő archék. Jó, tehát az extrémofil élőlényeknek a túlnyomó többsége az arhé csapatba tartozik, de van bizony közöttük konvencionális baktérium is, és van közöttük magasabb rendű eukarióta, akár állat, akár gomba, akár növény is. Jó, tehát mint mondtam, külalakra ezek az unalmas alakok vannak, tehát kokkuszok ugyebár, vagy két kokkusz, tehát gömbalak, vagy azok lánca állhatnak össze, mint a streptokokkusz, vagy kisebb ilyen telepszerűségekké, mint a stafilokokkusz például. Aztán vannak ugye a bacillusok, amelyek ilyen pálcika alakúak, és vannak a spirillumok, amelyek ilyen spirális alakúak gyakorlatilag, és ez igaz az arhékra is, és a baktériumokra is igaz. Azért mutatok egy-két olyan arhét, ami nem sorolható be egyértelműen ezekbe, és érdekes és szép alakjuk és színük van. Jó, tehát azért vannak közöttük is egészen impresszívek. Jó, akkor nézzük meg, hogy annak ellenére, hogy nagyon hasonlítanak egymásra, mégis mik a különbségek az arhék és a baktériumok és az eukarióta sejtek között. Hát egészen drámai különbségek vannak olyan alapvető sejtszervecskéknek a felépítésében, mint például a sejtmembrán. Ugye a sejtmembrán szerkezetét nemrég tanulták meg, és pontosan tudják a foszfolipid kettős réteg és a benne levő koleszterol és a fehérjék szerepét, ezt nem fogom itt emlegetni, és ugye tudják, hogy a foszfolipidek azok úgy keletkeznek, vagy úgy képződnek, hogy glicerol molekula két nem elágazó zsírsavval létesít ugyebár észter kötést. Ezt jól ismerik, és akkor ugye erre a harmadik glicerolra kapcsolódik egy foszfát csoport, és ahhoz még különböző egyéb töltéssel rendelkező csoportok. És akkor az lesz ugye a poláros feje, egy tipikus bakteriális vagy eukarióta membrán lipidnek. Az arhék membrán lipidjei teljesen más szerkezetűek, képzeljék el. A glicerol az ugyanolyan, látszólag. De képzeljék el, hogy más a kiralitása a glicerolnak. Tehát egy optikai izomerről, ugye tudják, hogy mi az, hogy optikai izomer, mint a két kezük, hogy nem lehet pontosan fedésbe hozni. Tehát van L és D glicerol, meg nagyon sok ilyen vegyületből van L és D forma, és ugye az élőlények csak az egyik fajtát tudják felhasználni, tehát ehetünk mi cukorból az egyik féle optikai izomert, attól se nem hízunk, se nem édes, semmi, a másikból meg energiát nyerünk. Tehát érdekes módon az arhék azok a glicerolnak egy másik, ha jól emlékszem, a D változatát választották, míg a prokarióták, vagyis bocsánat, míg a baktériumok, és az eukarióták pedig az L verziót. Aztán a másik különbség, hogy a nem elágazó zsírsavak helyett elágazó izoprén láncokból készítik a membrán lipidjeiket. És ezek az elágazó izoprén láncok, ezek nem észter, hanem éter kötéssel kapcsolódnak a glicerolhoz, ami egy sokkal stabilabb, kémiailag sokkal stabilabb kötés az éter kötés, és ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ők az extrém körülményeket el tudják viselni az ő sejtmembránjuknak. Ez a nagyon speciális fölépítése segíti őket az extrém körülmények túléléséhez. Jó, tehát ez volt a sejt membrán közti alapvető különbség. Aztán ugye van nekik, vagyis hát sok élőlénynek van sejt fala is. Megnézem már, hogy a projektoron is. Itt meg tűéles a kép, ez körülbelül százszor adtam már itt elő, egyszer se volt ez a probléma, ez a tévé interferál itt, vagy ez csak a rossz szerencse, hogy a pirosat húzza szét. Jól van. Na, tehát akkor ugye a baktériumok között vannak gram pozitívak,
gram negatíva, majd a mikrobiológiából részletesen meg fogják tanulni, hogy az ő sejt faluk az jelentősen eltér egymástól. Ugye a gram pozitív baktériumok, és ezt az egyszerű gram festéssel teszik majd láthatóvá, ugyebár. Tehát itt van a sejthártya, és azon fölül ugye a fölött van a gram pozitív baktériumoknak az úgynevezett peptidoglikánból álló sejt fala. Tehát a névből adódik, hogy ez fehér és hozzá kapcsolódó módosított cukrokból áll ez a sejtfal túlnyomó részt. A gram negatív baktériumok sejtfalában is van peptidoglikán, ugye, ugyanúgy zölddel van jelezve, de sokkal kevesebb van, csak egy réteg, és fölötte van egy új réteg, ami lipopoliszaharidból, tehát megint csak cukrokkal módosított lipidekből áll, ugye. Azt ugye tudják, hogy a növények sejtfalában jelentős mennyiségben cellulóz van, a gombák sejtfalában kitin van, főleg nekünk állatoknak meg ugyebár nincsen semmilyen sejtfalunk. Az archéknak nézzük meg a sejtfalát, hát bizony egészen különbözik az összes többitől. A legtöbb archénak ilyen a sejtfala, ugye, és az úgynevezett surface layer, tehát felszíni réteg, fehérjék, ezek a sárgával jelzett fehérjék alkotják az ő sejtfalukat. Teljesen más aminósabb szekvenciájú fehérjék szintén hozzájárulnak az ő extrém tűrőképességükhöz. Van az archéknak egy kisebb csoportja, ami a peptidoglikánhoz hasonló, de attól kémiailag különböző pseudo, tehát álpeptidoglikán sejtfallal rendelkeznek. Ezek vannak kisebbségben. Jó, akkor haladjunk tovább. Jó, tehát most már, hogyha ezt a két csapatot együtt akarják emlegetni, akkor nevezzük őket mikrobáknak, ne mondják azt, hogy mert korábban úgy hívták őket, hogy archébaktériumok, de ez nem jó kifejezés az evolúciós törzsvát látva, ez nagyon rossz elnevezés. Jó, tehát nevezzük őket, ha egy kalap alá akarjuk venni őket, akkor mikrobáknak. Jó. Na, és ugye a mikrobákkal a mikrobiológia foglalkozik, az általában orvosi egyetemen van, nem csoda, hogy a érdeklődés középpontjában a patogén mikrobák vannak. A jó hír az az, hogy az archék között egyetlen patogén sincsen, hiába van több ezer ismert fajuk, és valószínűleg még több ezer ismeretlen fajuk, egy sem okoz emberi betegséget. Ez nagyszerű. Akkor mi a francért beszélek erről egy orvosi egyetemen? Hát majd látni fogják bizony, hogy annak ellenére, hogy nem okoznak bennünk betegséget, egészen drámai módon befolyásolhatják bolygónk, akár fajunk jövőjét, akár a pozitív, akár negatív irányban is. Lehet, hogy ez kicsit túlzásnak tűnik, pedig nem az. Jó, tehát a klasszikus mikrobiológia az olyan baktériumok, patogénbaktériumokkal foglalkozott, mikroszkópban figyelte őket és tenyésztette őket. Manapság azonban nagyon gyakran csak DNS mintákat gyűjtenek, és így rengeteg olyan baktériumot azonosítottak, amely amúgy nem tenyészthető a laborban, és nem is patogén. Jó. Úgyhogy ezt már elmondtam. Jó, tehát a mikrobák között nagyon, tehát egyrészt ugye vannak a patogének, ezek orvosi szempontból nagyon fontosak, de vannak olyanok, amik például antibiotikumokat szintetizálnak, tehát segítenek önöknek majdani munkájuk elvégzésében, de nyilván azt is tudják, hogy a normál bélflórában, normál bélflórának is mekkora szerepe van a különböző betegségek elkerülésében. Ott archék is élnek, nem csak normális baktériumok. Jó. Na, akkor tehát, hogyha ezeket a számokat megfigyelik, hogy az emberi testünk az 10 a 12-en sejtből áll, nem tudom, hogy fölfogták-e már, hogy egy átlagos emberi szervezetben 10 a 13-on vagy 10 a 14-en baktérium él velünk állandóan. Jó, tehát 10-szer, 100-szor több bakteriális sejt van bennünk, mint emberi sejt. És ezeknek ugye a mi genomunk az mindösszesen 23 000
génből áll, és az össz mikrobális genom az akár 2.300.000 gént is tartalmazhat. Majd hallani fognak a humán mikrobiomról egy nagyszerű előadás Duda professzor által ebben a kurzusban később, úgyhogy ebben nem megyek bele részletesebben, csak azt szeretném, hogyha mostantól magukra nem úgy tekintenének, mint egyszerű emberi élőlényekre, hanem úgy, mint egy ember, baktérium, szuperorganizmusra gyakorlatilag. Jó, akkor haladjunk tovább az extremofilek típusaival, és hogy mit tudnak. Jó, tehát úgy látszik, ez a pirosat tényleg nem szabad használni, mert ez rémesen néz ki. Minden esetre ilyen sokféle típusa van a extrémofil fajoknak, tehát a termofil, ami a meleget kedveli, a hipertermofil, ami a forróságot kedveli, a kriofil, vagy szájkrofilnek is nevezik, ők a nagyon hideget szeretik, a halofilek a magas sókoncentrációt szeretik, az acidofilek ugye a savat, az alkálifilek a lúgos környezetet szeretik, a xerofilok érdekes módon a szárazságot, a barofilek a hatalmas nyomást, és az endolitok pedig olyan furcsa élőlények, amik sziklákban, kövekben élnek. Még ilyen furcsa körülmények között is vannak. Jó, és ezek közül ugye több kategóriába is be lehet sorolni egy-egy extremofil élőlényt. Jó, hát itt csak példák vannak hozva. Ugye eddig arról beszéltem, hogy főleg archék vagy baktériumok tartoznak az extremofilok közé, de van azért pár eukarióta többsejtű élőlény. Van ez a nagyszerű medve állatka, aranyos kis ősi élőlény. Igazából nem nagyon érdekelte az embereket, amíg rá nem jöttek, hogy hogy lehet ezt kínozni szerencsétlen jószágot. Képzeljék, hogy mínusz 192 fokra, hogyha ezt az élőlényt lehűtik, és 20 hónapig ott felejtik, és utána szépen óvatosan kiolvasztják, akkor ez szépen tovább sétál. Hogyha plusz 92 fokos etanolban vagy éterben egy hétig forralják, főzik szerencsétlent, és utána kiveszik, akkor is tovább sétál. Ha kirakják a világűrben, és utána összeszedik, akkor is. Tehát ha eddig ugye azt hitték, hogy Chuck Norris a legkeményebb élőlény a Földön, akkor hibáztak, ugyanis a medveállatka. Mindenféleképpen a medveállatkának jár ez a titulus. Na, haladjunk már tovább. Most már ez is be elromlott. Jó. Tehát ő a legelpusztíthatatlabb teremtény a világon. Van még egy különleges többsejtű eukarióta, ugye a jégféreg, a Panagloramius davidi nevezetű elég gusztustalan jégféreg, ami értelemszerűen az Antarktisz környékén bukkan föl, és ugye a hidegkedvelő fajok általában olyan fehérjékkel operálnak, amik meggátolják, hogy a víz megfagyjon bennük, még mínuszokban is. Ő az egyetlen ismert élőlény, ez a jégféreg, most már a pointerem is elszállt. Hát, amelyik túléli azt, hogy az intracelluláris vize megfagy és jégkristályok keletkeznek. Ezt még nem tudják, hogy csinálja, de minden esetre rendkívül érdekes, nem csak az átlagember számára, akiket ez legjobban érdekel, az egyértelműen a NASA-nak az emberei, ugye? Hiszen, hogyha ezekre a trükkökre rájönnénk, akkor bizony képesek lennénk hibernálni magunkat, és elrepülni a Nostromo fedélzetén, ugyebár egy távoli galaxisba, és ott vizsgálódni, csak hát ugye akkor néha problémák jönnek közbe. Jó, tehát elsősorban az extrémofil élőlényeket egészen konkrétan a NASA kutatói kutatják, és nem azért, mert érdekli őket nagyon az a kis baktérium, vagy arhé, vagy féreg, hanem azért, mert az űrkutatás számára ezek az információk felbecsülhetetlenek lesznek a jövőben, és a Földön kívüli életnek a megtalálásában is fontosak lehetnek. Jó, tehát
hogyha ezt jól ismert, hogy az mikrobákat hogy lehet beosztani szén és energia felhasználás alapján, tehát hogyha fény, akkor ugye fototróf, hogyha különböző vegyületekből fény nélkül szerzi az energiát, akkor kemotróf, meg ugye az autó és heterotróf tudják, hogy kell neki szerves szénforrás vagy nem, és ezeknek mindenféle kombinációja van a mikrobák között. A legfontosabbak a extrémofil élőlények között, ugye, vagy legreménykeltőbbek a földön kívüli élet szempontjából a kemoautotróf élőlények, ugyanis nekik nem kell szerves anyag a túléléshez, és napfény se kell, hanem különböző vegyületek oxidálásával szerzik az energiájukat. Tehát egészen extrém helyeken, akár a Marson is élhetnek ilyen élőlények. Jó, akkor nézzük az első csapatát az extrémofil élőlényeknek. Ők a termofilek, amelyek 40 és 70 fok között érzik igazán jól magukat. Az ő fehérjéik azok hőstabilak, tehát nem csak a membrányuk különböző, ugye arról beszéltem, mint a termofil arhéknak, hanem a minden egyes fehérjének el kell viselni ezt a magas hőmérsékletet. Értelemszerűen, ha belegondolnak egy tetszőleges, mondjuk egy citoplazmatikus fehérjének a szerkezetében, ugye ő a külső réteg, az ugye ott poláros csoportok vannak, és a belső réteg az, ahol apoláros interakciók tartják össze ezt a fehérjét. Egy hőstabil fehérjével szemben ugye az az elvárásunk, hogy sokkal több intramolekuláris interakció tartsa össze, tehát több ilyen apoláros interakcióra lehetőséget adó oldallánc van, és több ionos kötést és egyéb poláros interakciókat biztosító oldallánc van a felszínen. Tehát nagyjából ismerik, hogy mi kell ahhoz, hogy hőstabil legyen egy fehérje, de sajnos attól még messze vagyunk, hogy meg lehessen ezeket eleve, tehát úgy lehessen mesterségesen megtervezni egy fehérjét, hogy az hőstabil legyen. A hőstabil fehérjék közül nagyon fontos a Termus aquaticus nevezetű baktériumnak, ott van a jobb szélen, lent, a hőstabil DNS polimeráz enzime. Ez az enzim forradalmasította az orvosi diagnózist is az utóbbi 20 évben, majd tanulnak nálunk a gyakorlaton a polimeráz láncreakcióról, aminek segítségével akár egy DNS molekulából sok milliót vagyunk képesek csinálni, és ezt diagnózisra, fertőzések diagnózisára felhasználni, vagy a igazságügyi orvostanban ugye bűnözők elkapására felhasználni. Tehát ez a polimeráz láncreakció, ez egy nagyon fontos dolog, és ezt azt tette lehetővé, hogy egy úriember, amikor a Yellowstone parkba sétált és meglátta ezeket a melegvizes forrásokat, ugye ott a bal szélen, akkor rájött, hogy hát ezekben élnek élőlények, és vegyük csak el szépen tőlük ezt a hőstabil enzimet, és használjuk abban a robotszerű gépezetben ott fönt, ami egy modern PCR készülék. Erről majd bővebben fognak tanulni a későbbiekben. Jó, aztán vannak olyanok, amik nem csak hogy termofilek, hanem hipertermofilek. Ők bizony akár 100, a legmagasabb hőmérséklet az nagyjából 120 fok, amit el tudnak viselni. Nem véletlen, hogy vulkáni aktivitás környezetében élnek. Tehát ez például a jobb alsó sarokban, ugye a Vezúv Nápoly mellett éppen kitör. Ott fölül van egy nagyon forró vulkáni forrás gyakorlatilag, amiben él ez a Sulfolobus sulfactarius nevezetű hipertermofil arhé. Tehát vulkáni kis tavacskákban élnek ezek a hipertermofilek, de van még vulkáni aktivitás egész furcsa helyen is a Földön. Képzeljék, hogy a tenger mélyén is több ezer méter mélyen vannak gyakorlatilag. Hát ezeket hydrothermal vents-nek nevezik angolul tudományosan, de őnekik is van egy nevük, ez black smokers-nek, vagy fekete füstölgőknek nevezik, ugye? De nem erre célzok, hanem ezekre a szerkezetekre több ezer méter mélyen a vulkáni aktivitás miatt ásványban nagyon gazdag víz tör elő ezekből a kürtőkből, és itt
a hőmérséklet ugye a hatalmas nyomás miatt bőven a víz forráspontja fölött van, tehát 120 fok körül is lehet akár, és azt hinné, hogy ugye nem él ott semmi, több ezer méter mélyen, iszonyatos forróságban, és hemzseg az élet a fekete füstölgők körül, nagy buli van, úgy látszik, és bizony az egyik példájuk, ez a Sulfolobus acidocaldarius nevezetű, ő volt az első, amit felfedeztek, de van még jó pár, a nevükben nem véletlenül fordul elő a Pyrolobus, Pyrodictium, Pyrococcus fajok, vagy a Pyrolobus fumari például, vagy a Metanopyrus, aminek megszekvenálták a DNS-ét, és kiderült, hogy ez az egyik legősibb élőlény, ami ezen a Földön él. Ugye az élet kialakulásáról egészen sokféle teória van, és nyilván nehéz több milliárd évet visszautazni és biztosat mondani, de a többi teóriával szemben fölmerült, hogy lehetséges, hogy ezek a fekete füstölgők környékén alakult ki az élet. Ez bizony japán kutatók demonstrálták is, laborban hoztak létre hasonló körülményeket, nagyon meleget, nagy nyomást, és ebbe a rendszerbe beöntöttek glicint, glicinaminó savakat. És képzeljék el, hogy ezen a nagy nyomáson, magas hőmérsékleten mit kaptak? A glicin az polimerizálódott, és oligopeptideket kaptak az egyszerű aminósavakból. Amikor meg még hozzáadtak rezet is, ami egy remek katalizátor, ugye, és ezekből a fekete füstölgökből részben gazdag víz is tör elő, ugyebár, egyéb ásványok mellett, akkor ezek az oligopeptidek még tovább polimerizálódtak, és egész nagy fehérje molekulákat képeztek a laborban. Tehát egészen jó esély van arra, hogy a földi élet legelőször nem ahogy a tankönyvekbe tanítják, hanem akár a fekete füstölgők környékén alakult ki. Jó, hát így néz ki például a Pyrolobus fumari nevezetű arhé. Jó, azt, hogy mi az élet felső hőhatára a földünkön, azt nem tudjuk, de úgy gondolják, hogy 150 foknál tovább semmilyen hőstabil fehérje molekula nem bírja, és a DNS is denaturálódik már e fölött mindenféleképpen. Jó, tehát így néznek ki ezek a füstölgők, ugyebár, és hogyha kedvet kaptak ezeket személyesen megnézni, akkor itt van egy térkép önök számára, ugyebár a pirossal jelzettek az aktív fekete füstölgők, tehát egyszerűen elhajóznak, és szereznek egy olyan búvár hajót, vagy nem is tudom, mivel a Cameron nevű rendező ugyebár lemerült, azt hiszem, ha jól emlékszem, a Mariana-árok fenekére, tehát azért több ezer méterre kell lemerülni, hogy ezeket láthassák, de biztos, hogy hatalmas élmény lehet. Jó, akkor most elhagyjuk ezeket a forró területeket, és egyből a... Ja, még az, hogy nem csak arhék és baktériumok, hanem ezek a furcsa élőlények is ott élnek, tehát magasabb rendű eukarióták is élnek a fekete füstölgők falán. Jó, akkor most elhagyjuk a forró területeket, és a hideg, de szintén mélytengeri vizek felé vesszük az irányt. És ott bizony metanogén arhékat találunk a tengerfenéken, és hát ugye úgy gondoljuk, hogy jól is vannak ők ott, csinálják csak a metánt ott lent a tengerfenéken, az senkit nem zavar. Ugye, iszonyatos sokféle biokémiai útvonaluk van, de szerves szénből és vízből ők ugye széndioxidot és metánt állítanak elő. Úgyhogy ez nem tűnik olyan félelmetes dolognak, pedig higgyék el, hogy az. Képzeljék el, hogy ezt ki is lehet bányászni a metánt, van olyan, hogy metán jég. Ugye a metán az egy tipikus apoláris vegyület, azt gondolnák, hogy az a vízzel nem csinál semmit, de ilyen hidegben és ilyen nagy nyomáson képzeljék el, hogy metán jéget kapunk, látják, ahogy a zöld gáz molekulákat körbeveszi a jég, és ezt ki lehet bányászni. És ez egészen vicces, ahogy mondani szoktam, ez a hógolyózásnak egy egészen új dimenziót ad, hiszen meg lehet gyújtani a hógolyót, és így lehet izgalmasabbá tenni a téli mindennapokat.
Jó. Ez eddig vicces volt, a továbbiakban nem, hiszen ilyen sok helyen fordul elő, és nem csak a tenger alatt, hanem ahogy látják, ugye Szibériában is, ugye az állandóan fagyott területeken, a permafrostban, ugye a mocsarakban szintén ott vannak a metanogén baktériumok. Nem tudom, olvasták-e mostanában a híreket, hogy Szibériában egyre több ismeretlen eredetű hatalmas lyuk jelenik meg a tundrában, és fogalmuk sincs, hogy mi az, de nagyon, tehát arra spekulálnak igazából, hogy hatalmas metán buborékok törtek ott a felszínre, és tolták széllyel a környezetet, vagy a sziklákat. A metán ugye közismert, hogy nagyon erőteljes üvegházhatással járó gáz. Jó, tehát ott is vannak ilyen furcsa élőlények még a... Jó, tehát azt ismerik ugye, hogy a metán az 20-szor erősebb üvegházhatással bír, mint a széndioxid. Jó, és ugye látják, 3000-szer több metán pihen az óceán fenekén és a mocsarakban, mint ami jelenleg a légkörben van. Képzeljék el, hogyha ez a mennyiség hirtelen felszabadulna, hát akkor tűzviharok pusztítanák el a Földet, amint valaki rágyújtana. Úgyhogy ez egyáltalán nem lenne vicces. Másrészt ugye itt beindulhat egy ördögi kör. Ugye lehet azon vitatkozni, hogy van-e globális felmelegedés, vagy nincsen, mert egészen furcsa, hogy tudósoktól hallja az ember, olvassa, hogy igazából lehűlés van, és azt is olvastam, hogy jelenleg rekord nagyságú az északi sark körülötti jégtakaró, míg más tudósok meg azt mondják, hogy rekord kicsi. Tehát egészen elképesztő a tájékozatlanság ezen a téren, és a dezinformáció, azt kell, hogy mondjam, eléggé úgy néz ki, hogy bizony ez egy erős politikai hátszeret kapott, ez a globális felmelegedés, és könnyen lehet, hogy ez csak egy teljesen természetes folyamat, amiben minimálisan avatkozik be az ember, de mondjuk elfogadottabb az, hogy tényleg van, és tényleg az ember miatt melegszik a bolygónk. Ugye, hogyha pár fokos hőmérséklet emelkedés következik be, akkor beindul ez az ördögi kör, és a tengerfenékről, a mocsarakból több metán fog felszabadulni, az fokozza az üvegházhatást, megint emeli a hőmérsékletet, és a végén az összes metán szépen följut a légkörben, és mi meg fogunk főni. És ezért mondtam azt az elején, hogy akár ezek a kis ártatlannak tűnő élőlények több ezer méter mélyen, akár az egész bolygónkat is elpusztíthatják, hogyha a legrosszabb forgatókönyvet vesszük alapul. Nem tudom, hogy gondolom hallottak a Bermuda háromszögről is, hogy annak mi lehet a magyarázata, hogy tűnnek el a hajók, tűnnek el a repülőgépek. Hát az egyik magyarázat, és talán a legvalószínűbb, szintén ezekkel a metanogén baktériumokkal kapcsolatos, ugyanis képzeljék el, hogy Műholdról filmeztek már le olyat, hogy egy kilométer átmérőjű metán buborék emelkedett föl a tenger fenékről. És el tudják képzelni, hogy jön egy hajó szépen, egy sétautazás a tengeren, és hirtelen előtte föltűnik egy kilométer átmérőjű metán buborék, ami mélységben is ugye egy kilométer, hát akkor ugye a hajó az másodpercek alatt elsüllyed, ugyebár, és nincs idő vészjelzés, és a többi, tehát könnyen lehet, hogy ilyen egyszerű a Bermuda háromszög rejtélye. Jó, akkor haladjunk tovább. Ja, ugye ne is beszéljünk a tehenekről, tehát ugyebár a világ nagyszerű politikusai most is éppen van egy ilyen globális felmelegedési konferencia, és ugye azzal sokkolják egymást, hogy mennyire kéne visszavágni a széndioxid kibocsátást, ugye a fejlődő országok nyilván nem akarják, mert ők azt mondják, hogy hát nekünk is jogunk van eljutni arra a fejlettségre, mint nektek, stb. Ugye sok ország eleve elzárkozik, hogy aláírjon bármi ilyesmit. Viszont az arhékon kívül a másik metán forrás, azt most vetítettem ki. Ugye a tehenek, hát most a tévé miatt nem mondom ki egészen pontosan, de ugye a hátsó fertájukon távozik a metángáz, és képzeljék el, hogy a föld tehén vagy marha populációja által kibocsájtott metán gáz általi üvegházhatás az összemérhető az összes autó
által kibocsátott széndioxidnak az üvegház hatásával. Jó, tehát ha kitiltjuk az autókat, akkor tiltsuk ki a teheneket is, én azt mondom, és akkor lehet, hogy pár évvel elodázzuk ezt a globális felmelegedés sztorit. Jó, akkor lépjünk tovább a kriofilekre, a hideg kedvelő organizmusokra. Mint mondtam, ők akár mínusz 20 fok környékén is túl tudnak élni. Gyakorlatilag vannak fagyálló fehérjeik, amelyek kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy az egész sejt ne fagyjon meg, de értelemszerűen minden fehérjéjük alapvetően hidegtűrő, és a sejt membrányukban sokszorosan telített zsírsav, ami alacsony hőmérsékleten is ugye fluiditást biztosít a membránnak. Jó, tehát ahelyett, hogy ezeket az egyszerű kis baktériumokat mutogatnám, ugye sokkal szebb egy ilyen sarkvidéki helyszín. Van ott a déli sarok környékén egy szenzációs tó, a Vostok tó, nem tudom, hogy hallottak erről. Hát fürödni nehéz benne, mert 3800 méter jég borítja, tehát kicsit nehéz leásni, de nem lehetetlen. Képzeljék el, hogy ez egy hatalmas tó, ez akkora, mint az Ontario tó. Ott vannak a paraméterek, 224 kilométer a legnagyobb hosszúsága, majd 500 méter mély, csak 4000 méter jég van fölötte, ugyebár. És úgy tűnik, hogy ez 15 millió év óta teljes izolációban, egy külön ökoszisztéma már, ha él ott egyáltalán valami. Ezt 96-ban fedezték föl, nem túl régen, azt kell, hogy mondjam. És egy ideig, ugyebár az volt a közmegegyezés, hogy egy ilyen 15 millió éve elzárt dologba nem fogunk belefúrni, mert nem akarjuk ezt az ökoszisztémát ugye felborítani, ha egyáltalán van ott valami. Hát, hanem azt csinálták, hogy lefúrtak, és a fölötte levő jégből vettek mintákat, és már akkor azt mondta ez a valamelyik úri ember itt, hogy valami egészen bizarr dolgokat kaptunk. Tehát ezt sok évvel ezelőtt találtam ezeket a képeket, még a 2000-es évek elején, úgyhogy ezekről tényleg nem volt semmi információ, de úgy tűntek, hogy olyan élőlények, amiket soha senki nem látott. És ez nem a tóból származik, hanem a fölötte levő jégrétegből. Hát aztán ugyebár az oroszok nem bírtak magukkal, ahogy lenni szokott, ugye bebizonyítják, hogy ők igazán kemények, ahogy mostanában is a szomszédban. Ugye, tehát 2000 ott a dátum, 2012-ben csak lefúrtak 4000 méterre, és hoztak mintákat a Vostok tóból, mínusz ők mérték a Földön a leghidegebbet, nem emlékszem pontosan, azt hiszem mínusz 89 fokban fúrtak ezek az úriemberek, úgyhogy minden elismerésem az övéké, és így néz ki felül nézetből ez a bázis, és ugye azért látják, azért folyékony a 4000 méter jég alatt ez a tó, mert ott is van geotermikus aktivitás a környezetben. Jó, és hát ott vannak a különböző minták. Ezeknek az elemzése két év alatt sem fejeződött be. Jó, tehát ez nem tudok itt végleges adatokkal szolgálni, és itt nem tenyésztéseket csináltak, nem mikroszkóppal nézték feltétlenül őket, hanem ez a metagenomikus analízis történt, tehát DNS molekulákat izoláltak, és hasonlították össze a szekvenciákat, már ismert szekvenciákkal, és képzeljék el, hogy mindent találtak. Érdekes módon az arhékból volt relatíve kevés, azt várnánk, hogy ott kriofil arhék vannak. Rengeteg különböző baktériumot találtak, és gombáktól medveállatkákig, és egyéb magasabb rendű eukariótáknak a DNS nyomait is megtalálták. Ezek még további bizonyításra várnak igazából, de azt hiszem, hogy ez egy rendkívül izgalmas területe a biológiai kutatásoknak manapság. Állítólag még haltól származót is találtak, de azt a legtöbb tudós azt mondja, hogy az kamu.
Jó, akkor, és miért érdekli az embereket? Hát azért, mert van a naprendszerünkben olyan hold, a Jupiternek az Európa nevezetű holdja, ahol nagy mennyiségű víz van egy hatalmas jégtakaró alatt, és hogyha életet akarunk keresni a naprendszerünkben, akkor az első küldetés az egészen biztos, hogy az Európára fog vezetni, ezt már Arthur Clarke nevezetű nagyszerű science fiction író is megjósolta még a 70-es években, ha esetleg olvasnak ilyeneket. Jó, tehát az Európa az egyik célpont, és könnyen lehet, hogy hasonló kriofil élőlényeket fogunk találni. Aztán vannak a halofilek, ugye, a extrém magas sókoncentráció ismerik, talán a holtenger az egyik legismertebb ilyen terület, és ugye a tengervíznél 10-szer sósabb környezetben is élnek élőlények. Hogy csinálják ezt? Hát ugye mi a baj egy ilyen környezettel? Hát az, hogy kiszívja a vizet a sejtből, ugyebár. Mi a logikus módja ennek a megakadályozásának? Hát az, hogy iszonyatos sok káliumiont kell bent felhalmozni, és akkor ott is ugyanolyan ozmotikus erő van, ugye, és akkor nem fog a víz eltávozni a sejtből. És ezek a tavak, tengerek, ezek gyönyörű szép színűek szoktak lenni, mert tele vannak bakteriorodopszint és karotenoidokat tartalmazó baktériumokkal és archékkal, sőt, még van egy zöld alga is, ugye, az a Duna Liella Salina nevezetű, ami ott van a jobb széle fönt, ugye, ez a kis ostoros, kicsit a planktonra hasonlít a spongyabobból. Ez is ezt a... elnézést, na mindegy, sok ilyet vagyok kénytelen nézni a gyerekek miatt. Jó, tehát ez a nagy sóstó, ugyebár, ami szintén gyönyörű és az élőlények miatt ilyen szép színű, vagy van ez a nagyszerű, már kiszáradt volt sóstó, ugye ez a Bonneville sós síkságok, ami nagyon izgalmas területe a Földnek, mert ezeket a rakéta meghajtású autókat itt szokták tesztelni, mert ez ennél vízszintesebb és egyenesebb talajt nem nagyon lehet máshol találni. És bizony a körülmények a Mars felszínén is eléggé hasonlóak lehetnek. Úgyhogy ha valami ott él, akkor az elég valószínű, hogy egy halofil élőlény. Aztán vannak ugyebár acidofil, tehát savkedvelő élőlények, megint a Yellowstone Parkba kell utaznunk, és ezek a savas iszap fürdők vannak ott, ugyebár akár egyes pH-val értelemszerűen ahhoz, hogy ebben a savas közegben éljenek, protonpumpákat kell alkalmazniuk az élőlényeknek a sejtmembránban, amik állandóan kifelé szállítják a protonokat. Aztán vannak ugye megint gyönyörű tó, ez a Mono Lake Kaliforniában, ami meg nagyon bázikus a kémhatása, és ott meg fordítva alkalmazzák ezeket a pumpákat az élőlények. Volt egy ilyen kacsahír, azt is ugye a NASA kutatók tették közzé pár évvel ezelőtt, még mi is megemlítettük az előadáson, hogy lehet, hogy arzént épít be ebben a tóban élő baktérium foszfor helyett a DNS-ébe. Hát ez akkora tudományos szenzáció volt, hogy igazából senki se hitt el, és jól tették, mert ezek a NASA-s emberek egy kicsit idő előtt publikálták a dolgot, úgyhogy ez nem igaz. Jó, hát aztán vannak a nyomáskedvelő élőlények, ugye akár 7 km alatt, vagy hát ugye a Mariana árokban is, ami, ha jól tudom, több mint 10.000 méter mély, ott is vannak élőlények, és ők ezt szeretik érdekes módon, hogyha iszonyatos nyomás nehezedik rájuk. Jó, aztán szintén elég furcsa társasága, kőzetekben élők, az endolitok. Itt például ez a kő ez azért ilyen zöld színű, mert cianobaktériumok laknak benne, és azt mondják, hogy akár 3 kilométerig mélyen a föld kérekben is, ugye ott a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik, tehát nem csak, hogy kőben laknak szegények, hanem még termofilok vagy hipertermofil élőlények is ezek, és baktériumok, archék is megtalálhatók közöttük. Ezek a cianobaktériumok, legalábbis egy pár fajtájuk, kálciumkarbonátot választ ki, és gyönyörű
kőzet, sziklának tűnő képződményeket választanak. Ki volt szerencsém ezeket látni, ezek főleg Ausztrália partjainál fordulnak elő. Én azt hittem, hogy ezek sima tengerparti kövek, de később tudtam meg, hogy ezek bizony a cianobaktériumok által kiválasztott stromatolitok, és akár 2,7 milliárd éves is lehet a koruk ezeknek a gyönyörű képződményeknek. Jó, akkor most két kedvenc extremofil élőlényemet szeretném bemutatni. Az egyik a nehéz nevű Desulforudis audax viator nevezetű egyszerű baktérium, unalmas külsővel, egy pálcika alakú baktérium, mégis ez az egy élőlény ez bebizonyítja azt, hogy más bolygókon is lehetséges az élet. Miért is van ez? Mi is ez az élőlény? Hát itt van a családfa, ugye ezen még a kóli is rajta van, tehát annyira nem tűnik azért annyira különleges baktériumnak, ez egy gram-pozitív szulfát redukáló baktérium. Hol találták ezt meg? És honnan kapta ezt a furcsa nevet? Ugye ez a Desulforudis audax viator. Hát ez az audax viator, ez azt jelenti, hogy bátor utazó. És ez a Vernének az utazása föld középpontja felé című könyvéből származik, ahol ott van zölddel a latin idézet, ugye, hogy ereszkedjél bátor utazó a föld középpontja felé. És ez az élőlény ezt csinálja, a föld középpontja felé ereszkedik. Egy olyan környezetben, ahol az egész ökoszisztémát ő maga alkotja. Nincs semmi más, képzeljék el. Ugyanis őt 3 kilométer mélységből egy dél-afrikai aranybányából izolálták, legalább 60 fokos hőmérsékleten él, nincs semmiféle fény, nem is kell neki, oxigén se kell neki, képzeljék el, és mindössze szulfátra, vízre és hidrogénre van szüksége, és bárhol megél. És emiatt mondom azt, hogy ez nem bizonyítja, hogy van élet máshol, de hogyha ezt a nagyszerű élőlényt elvisszük a Marsra, kaparunk egy kis lyukat, belerakjuk és lefedjük, akkor bizony ő tökéletesen jól érzi magát és benépesíti a Marsot. Ha már eddig lehet, hogy persze ott vannak a marsi élőlények, amik nem örülnek egy ilyen betolakodónak. Minden esetre azért mondtam azt, hogy esetleg pozitív irányba is befolyásolhatják az emberiség jövőjét. Ha mondjuk rájövünk, hogy tényleg el fog pusztulni a Föld, mert ez meg az, meg a, tehát különböző okokból. Ugye amúgy is mondják már nálam sokkal okosabb emberek is, hogy el kéne hagyni ezt a naprendszert és benépesíteni a világegyetemet. De azért nehéz olyan bolygót találni, ami az emberi élet számára tökéletes. Tehát először az lenne a terv, hogy küldjünk olyan baktériumokat, amelyek ugye, mint az avatárban, ugye terra formálják a bolygót. Tehát oxigént állítanak elő először, stb. És ezt például el tudjuk érni. Lehet, hogy science fictionnek hangzik, pedig elméletileg lehetséges, hogy úgy módosítjuk genetikailag ezeket a baktériumokat, amelyek elviselik ezeket a kőkemény körülményeket, hogy képesek legyenek a mi általunk elvárt irányba változtatni egy egész bolygónak a klímáját például. Jó, tehát azért gondolom, hogy ez egy fontos élőlény. És a másik élőlény már megint az űrkutatás. Ugye ez a Deinococcus radiodurans nevezetű, amúgy egy gyönyörű baktérium, ahogy látják. A radiodurancból gondolom tudják, hogy ez a sugárzás nagyon jól viseli. Sőt, extrém jól, ez az embernél 500-szor nagyobb dózisú gammasugárzást tud túlélni. Azt tudják ugye a gammasugárzásról, a röntgensugárzásról, hogy a DNS darabokra lipidjára töri gyakorlatilag. Tanulták is már az első előadáson, hogy ez a sejtciklust ugye, hogy befolyásolja, most ebben nem megyek bele, mert épp elég volt az akkor, azok a konkrét részletek, ugyebár minden esetre neki is széttörik a DNS-e, és mégis
nem értik egészen pontosan, hogy hogy, de képes összerakni. Tehát igazából túléli a halált, ez a sugárzástűrő baktérium. És ugye a hosszú űrutazásokkal ez a fő probléma, hogy hiába van hibernáció, akkor is nem tudják megakadályozni azt, hogy a kozmikus sugárzás az az űrhajósokat károsítsa közben, úgyhogy lehet, hogy van mit tanulni ettől az élőlénytől is ilyen téren. Jó, hát akkor most már tényleg a science fiction, vagy hát még nem igazából, mert ezek valós dolgok. Gondolom hallottak már a 70-es években fölbocsájtott Pioneer vagy Voyager szondákról. Lehetett olvasni mostanában, nem tudom, bevallom őszintén, hogy melyik, de gyanítom, hogy a Voyager 1-es az, ami elhagyta a naprendszerünket egy pár hónappal ezelőtt. Ez az első és egyetlen ember által készített készülék, ami képzeljék el, hogy 77 óta funkcionál, manapság már nem is nagyon gyártanak olyan készüléket, ami ennyi ideig kibírja, ugye? És még mindig megy, és már elhagyta a naprendszert bizony. A Pioneer az azért, az még nincs olyan messze, de miért érdekes? Hát mert küldtek vele, képzeljék, ajándékot a Földön kívülieknek, nem tudom erről tudnak-e, és nem is egy kis olcsó valamivel szúrták ki a szemüket bizony, hanem egy gyönyörű arany lapot küldtek nekik, ami pontosan így néz ki, amit látnak. Hallottak már erről? Nem? Hát mi látható ezen? Hát egyértelműen ugye a fajunk két nagyszerű példánya látszik, teljes mi voltában. Ugye, tehát hogy mi így nézünk ki, hogy ne ijedjenek meg, amikor először jönnek a kis apró zöld lények. Ugye, aztán ott lent ugye mit látunk? Hát ott van a nap meg a bolygók, és akkor ott van a Föld és a Nyíl, hogy onnan küldtük ezt a Pioneer szondát. Hát ez nem is lenne baj, mert azért ez alapján megtalálni a bolygónkat az nem lenne egyszerű, mert azért elég sok csillag van a világegyetemben. Ott fölül mi az a két kör, meg a valami, ott látják ott az a súlyzószerű dolgot, az micsoda? Nagyon jó, az a hidrogén és a két különböző spinű elektronja, nagyszerű, tehát ezzel demonstráljuk, hogy mi az, az atomok szintjén is mennyi információval rendelkezünk. Az igazán komoly probléma vagy nagy hiba, az szerintem az a vonalakból álló dolog volt, ami nem tudom, azt is tudja esetleg, hogy micsoda? Hát nem vagyok egy csillagász, de ha jól gondolom, ez 14 pulzár a világegyetemben. A pulzárok, ha jól emlékszem, akkor szupernóva robbanás után összetöpörödött csillagok, amik iszonyatosan gyorsan forognak maguk körül, és közben iszonyatos erős röntgensugárzást bocsájtanak ki magukból. Ez alapján, a 14 pulzár alapján, mint ugye a térképpel a háromszögelés módszer, vagy stb. Valami ilyesmi, ez alapján, a 14 pulzár alapján egészen pontosan be lehet a Földünket azonosítani, hogy hol ott vagyunk a középpontban. Jó, tehát megkapták, nem tetszik nekik, hogy nézünk ki. Itt még ugye üzeneteket is küldtek, zenét küldtek, Mozartot például. Ha jól emlékszem, még Kádár János is üdvözölte őket magyarul, vagy komolyan. Több, egészen konkrétan több államfőnek a saját nyelvén a Földön kívülieket üdvözölte, komolyan. Nem tetszett nekik Kádár János, vagy akárki. Nem tetszik, ahogy kinézünk. Pulzárok alapján megtalálnak, és ha ide tudnak jönni, akkor biztos, hogy fejlettebb technológiával rendelkeznek, mint mi. És akkor már ugye ki vagyunk nekik szolgáltatva. Lehet, hogy elviszik az összes olajat, lehet, hogy megesztek minket. Ki tudja. Tehát persze lehet, hogy jó fejek és aranyosak. Jó, tehát lehet, hogy szerencsénk van, és ítik jönnek. De én sajnos lehet, hogy kicsit pessimista vagyok, de lehet, hogy ilyenek vagy ilyenek fognak jönni. Jó. Akkor az utóbbi időkben
drámaian fölgyorsult az úgynevezett exobolygóknak a felfedezése. Pár évvel ezelőtt egyről se tudtunk, csak gondolták a csillagászok, hogy annyi csillag van, biztos, hogy némelyik körül van bolygó is, nem csak a mi naprendszerünk az ilyen, ahol egy csomó bolygó kering a központi csillag körül. De nem tudták, ugye a bolygók nem bocsájtanak ki fényt, nehéz őket olyan iszonyatos messziről észrevenni. Hogy veszik őket észre manapság ezekkel a nagyszerű teleszkópokkal? Hát úgy, hogy amikor a bolygó a nap elé kerül, vagy a csillagja elé kerül, akkor a csillagnak a fényintenzitása az lecsökken. És ebből szokás manapság kiszámolni, és egészen pontosan meg tudják az exobolygóknak a méretét határozni, a keringési távolságot, keringési időt, mindent. Jelen pillanatban, vagyis hát egy pár hónappal ezelőtt 504 exobolygónál tartottak, de ez drámai módon növekszik, és nem tudom, hallották-e már, de a Hubble-nél jobb földi teleszkópok fognak csatasorba állni Patagóniában, az Andokban, hamarosan nem is egy készülék, ami 10-szer nagyobb felbontást fog biztosítani, mint a Hubble. Tehát több 100 000 exobolygót fognak szerintem hamarosan azonosítani. Mostanában az az elképzelés, hogy a napszerű csillagok 10%-ának vannak bolygói. Jó, és akkor ugye van ez az élhető zóna ugye a csillag körül, amiben bele kellene esni a bolygóban, és állítólag csak a Föld van benne, de ahogy mondtam, és hogy az extrémofil élőlények ezt bizonyították, ugye bár ezen az élhető zónán kívül is könnyen elképzelhető, hogy van élet akár a mi naprendszerünkön belül is. Úgyhogy még egyszer itt vannak azok a helyek, ahol esetlegesen a naprendszerünkön belül, vagy ezeken az exobolygókon gyanítják, hogy lehet élet, és azt hiszem a 70-es években, vagy még korábban volt ez a Drake nevezetű fizikus, aki előállt egy meglehetősen furcsa képlettel, amivel ki akarta számolni, hogy mi a gyakorisága az élet előfordulásának a világ mindenségben. Sőt, nem csak hogy az élet előfordulásának, hanem hogy a kommunikációra képes fajoknak a jelenlétének mi a valószínűsége. Úgyhogy létrehozta ezt a nagyon sokat vitatott Drake egyenletet, hát nyilván ennek jelentős része hasraütésszerű, azt kell, hogy mondjam. Minden esetre azt a következtetést vonta le akkor, hogy bizony 10 000 olyan bolygó van a tejútrendszerünkben, tehát a mi galaxisunkban, ami életet hordoz, és képes interplanetáris kommunikációra. Hát még nem találkoztunk velük, de szerinte ennyi van. Hát azóta ugye ezek a távcsövekkel sokkal pontosabban tudjuk, hogy mennyi galaxis, mennyi csillag, mennyi bolygó van, és finomítani lehetett ezen a Drake egyenleten. Nem tudom, hogy tudták engem, teljesen megdöbbentett, amikor olvastam, hogy 125 milliárd galaxis van a világegyetemben. Nem csillag, hanem galaxis. Az, hogy 10%-ának van a napszerű csillagoknak bolygórendszere, tehát 6×10⁸ olyan csillag van valószínűleg, aminek van bolygórendszere, és bizony, ha azt az egyszerű feltételezést tesszük, hogy 1 milliárdból egyen legyen élet, akkor is bizony 6×10⁹ életet hordozó bolygó van statisztikailag az univerzumban. Tehát ez egy hatalmas szám, de természetesen ez még mindig távol áll attól, hogy ez tudományos tény legyen. Minden esetre az, hogy ezek a extrémofil élőlények tényleg Földünk legdurvább helyszíneit is benépesítik, ez azért reménykeltő, és tényleg lehet, hogy akár ilyen nagy számról van szó. Ugye beszéltem arról, hogy az élet az, tehát nyilván az az elsődleges tudományos hipotézis, hogy az élet az ezen a Földön alakult ki. Azonban
Képzeljék el, hogy már időszámításunk előtti 5. században volt egy Anaxagorasz nevezetű nagyszerű görög tudós, aki más elméletet vallott. Ő azt mondta, hogy a világűrből jött az élet, és ezt a panspermia elméletnek nevezik, és olyan kiváló képviselői voltak, mint Berzelius, vagy Kelvin, vagy Helmholtz, vagy például Crick, akit ugye jól ismernek, hiszen a DNS szerkezetének az egyik felfedezője. A panspermiának, ő írt erről egy nagyszerű könyvet is, hogy igazából a meteorokkal jött az élet a Földre valószínűleg. Ezt a verzióját, hogy nem csak úgy utazik egy baktérium, vagy egy sejt, vagy akármi, hanem meteoron utazik, azt nevezik ugye litopánspermiának, tehát hogy kőzetbe burkolva jönnek, úgymond. Ugye a szándékos pánspermia az meg az, amiről beszéltem, hogy direkt küldünk más bolygókra életet. Meg hát ugye van véletlenszerű pánspermia, amit már elkövettek az emberek, erről hamarosan beszélek. Jó, úgyhogy mennyire valószerű ez az elképzelés? Hát az oroszok megint csináltak nagyszerű kísérleteket a foton műholdakon. Ezt a nagyon jól ismert baktérium, vagy pontosabban szerintem ez Bacillus subtilis nevezetű baktérium, és amikor simán kirakták az űrbe, hát nem véletlen, de azért 1 millióból 1 életben maradt. Viszont amikor belekeverték kőzetbe, akkor nézzék meg, akkor 50-90%-a életben maradt ennek a földi baktériumnak. Jó, tehát simán elképzelhető, hogy meteorok segítségével baktériumok tudnak egyik bolygóról a másikra utazni például. Ugye ezek spórát képeznek, de van olyan cianobaktérium, ez a Sinecoccus cianobaktérium, amely nem képes spórát, és mégis a negyede túlélt, hogyha kőzetbe keverték. Úgyhogy ez reménykeltő a pánspermia elmélet híveinek, és ugye voltak olyan nem szándékos kísérletek, ugyebár, amelyek, ja nem, most még nem az jön. A pánspermia elmélete lehet, hogy már be is bizonyították. Ez egy nagyon vitatott dolog, nem tudok állást foglalni, de lehet, hogy hallottak már erről az ALH 84001-es nevezetű meteorról. Ez egy egészen elképesztő sztori. Ezt mikor találták? Tehát 13 ezer évvel ezelőtt csapódott be az Antarktiszba. Honnan jött? A Marsról jött, képzeljék el. Ugyanis a Marsba, ott van pedig valahol, tehát ez a kőzet darab, ez 3,6 milliárd éves, és 16 millió évvel ezelőtt egy hatalmas meteorit csapódott be a Marsba, tehát 16 millió évvel ezelőtt szakadt ki ez a kőzet, és 13 ezer évvel ezelőtt csapódott be az Antarktiszba, és ezt megtalálták, és 1984-ben találták meg ezt a kődarabot, és nem ez az egyetlen ilyen bizonyítottan marsi eredetű kődarab. És ugyan nem találtak benne se spórákat, se baktériumokat, se archékat, viszont valami érdekes dolgot, igen, magnetit kristályokat. Mik azok a magnetit kristályok? Hát vannak olyan baktériumok, amik ugye nem extrémofilok, de mégis nagyon érdekesek, és így néznek ki. Ezek a magnetotaktikus baktériumok, és hogyha jobban megnézik a képet, látják, hogy most már nincs mutogatóm, de vannak benne ilyen vonal mentén elhelyezkedő kis szürke gömböcskék, vagy körök. Látják azokat egymás mellett? Na, azok a magnetit kristályok. És képzeljük el, hogy ezek a baktériumok ezt egy belső iránytűként használják. Ne kérdezzék, hogy miért kell egy magnetotaktikus baktériumnak tudni, hogy merre van észak meg dél, de valamiért ez kell nekik. És az az érdekes, hogyha ezeket kivesszük, ezeket a kristályokat, akkor azok mint sok apró mágnes ugye összetapadnak. Tehát ez az elrendezés, ez a
egy vonalban elrendezés, ezt csak egy élő sejt tudja biztosítani. És képzeljék el, hogy ebben a meteoritban ilyen egyenes vonal mentén elhelyezkedő magnetit kristályokat találtak, és bizony ennek alapján egyesek kijelentették, hogy megtaláltuk a Földön kívüli életnek a bizonyítékát, nem tudom, emlékeznek rá, de jó pár évvel ezelőtt Bill Clinton bejelentette valamelyik tévében, ugye biztos, hogy nem a Szegedi Telin tévében, de valahol bejelentette, hogy megtaláltuk a Földön kívüli életnek a bizonyítékát, aztán ezt visszavonták, aztán megint bebizonyították, tehát ez egy azóta menő vita, de még mindig igazából nem lehet mit mondani erről. Minden esetre izgalmasan hangzik szerintem. Jó, na akkor befejezésül egy megint csak a... Vagyis hát ez nem, ezt most az amerikaiak csinálták, ugye az oroszok szándékosan vittek föl baktériumokat és tudományos kísérleteket végeztek velük. Itt nem az volt a helyzet, itt egyszerűen elfelejtették sterilizálni az eszközöket, amit fölküldtek a Holdra a 60-as években. Hát amire azt mondhatnánk, hogy régen volt már minden, de hát hallották, hogy marsjáróval is ugyanez történt. Tehát ha nem is volt élet a Marson, most már van. Mert valamelyik technikus az utolsó pillanatban minden sterilizációs szabályt megszedve még belematatott a készülékbe, komolyan. Ugyanezt a hibát elkövették ezzel a Surveyor 3-nek nevezett holdszondával is, ami landolt a Holdon 67-ben, ott volt 2,5 évig, nem volt sterilizálva, és amikor az Apollo expedíció ugye Holdra lépett, akkor ezt visszahozták a kamerát, és a kamerán belül voltak földi eredetű baktériumok, amik a 2,5 év Hold felszínt simán túlélték. Jó? Tehát ez a nem szándékos pánspermia igazából. Lehet, hogy el is szabadultak ott a Holdon földi eredetű baktériumok. Úgyhogy hagyj fejezzem be a kedvenc űrhajósomnak az idézetével. Most kicsit bajban vagyok, mert általában nyers fordítást szoktam itt alkalmazni. Ő Pete Conrad, egyike azoknak az embereknek, akik ugye a Holdra léptek, és meghökkentően széles látókörű úriemberről van szó, hiszen ő konkrétan a Holdra lépett, és mégis azt mondta, hogy szerintem a legfontosabb dolog, amit azon az istenverte Holdon találtunk, az a kis baktérium volt, amit visszahoztunk, és túlélt, és mindenki magasról tett rá, most így finoman így fogalmazok. Köszönöm szépen a figyelmet!